Éppen a bodroghalászi imateremben voltak, a városrész kicsi és nagyobb lakói, amikor betoppant a Mikulás, megérkezett Lapföldről bodroghalászra. Miután énekeltek neki, ajándékot is kaptak. A puttonyból és a zsákból sorra kerültek elő a szebbnél szebb csomagok. Ki saját maga, kinek az édesanyja segített az átvételben. A legbátrabb egy kisfiú volt. Karácsonyi angyalot zöld esetet már ma este. Minden pici ablaton, panótában és tumfóban. Nagy Miután minden gyermek megkapta csomagját, vidám dalokkal hálálták meg a tédapó törődését, akinek azonnal tovább is kellett mennie, hiszen még több millió gyermek várt rá szerte a nagyvilágban, de azért még üzent nekik. Kedves gyerekek, nagyon messzire jöttem Lapföldről, nagyon megfáradtam. Sajnos most el kell búcsúzni, mert még nagyon sok gyerek vár, de jövőre visszavárnak benneteket. Legyetek jók, és fogadjatok szót a szüleiteknek. Szervusztok!